Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, gyakorlatilag az Openbox-szal fogunk foglalkozni, hozzápárosítunk egy nagyszerű és egyszerű panelkezelő eszközt, aminek vannak nagyon-nagyon-nagyon sok előnyei, és vannak hátrányai is, bár sokan vitatják, de én a TIN 2-es elnevezésű panelkezelőt szoktam használni. Van ennél jobb is, van ennél egyszerűbb is, de az én igényeimet ez elégíti ki. Nézzük is meg, hogy milyen elvárásaim vannak első körben az Openbox-szal kapcsolatban. A programokat el tudja indítani ikonokról, azaz ne kelljen mondjuk egy terminált megnyitni és beírni a paramétereket, a program nevét és abból indítani a programot. Nyilvánvalóan a 21. században már ez az ikonos elindítás igazából nem egy olyan elvárás egy felülettől, hogy azt ne lehessen reálisnak és hasznosnak minősíteni. Én úgy gondolom, hogy igenis van egy olyan elvárás, hogy legyen egy startmenü, legyen óra a startmenü mellett, vagy akárhol, legyen egy olyan dolog, hogy tudjam váltani a programokat, el tudjam indítani a programokat, lássam a futó programokat, és mindezt kényelmesen grafikus felülettel. A másik elvárásom, de ez a következő rész témája, hogy billentyűzetről is el tudjak indítani programokat, azaz ne kelljen mondjuk az egérhez odanyúlni és odavinni az ikon fölé és rákattintani, ha egy programot szeretnék elindítani. És ez sem egy olyan elvárás véleményem szerint egy Linux rendszertől, ami teljesíthetetlen és túlzott. Evvel nem fogok nagyon ma foglalkozni, mert a következő részben kivesézzük a gyors billentyűzet és az Openbox együttesét, hiszen a gyors billentyűzetet ismeri, és nagyon szépen kezeli, és egyszerűen be tudod állítani az Openbox alatt. Azaz, ez a következő rész témája lesz. Az elsőre pedig, hogy ikonokat, illetve panelokat tudjak használni, az a TIN 2-es feladata lesz. Ezért érdemes alapból feltenni a TIN 2-t és a TIN 2 conf elnevezésű fájlokat, amelyeket a legtöbb disztribúcióba két kattintással vagy akár terminálból meg is tudtok tenni. A TIN 2-es fogja panelokat adni, illetve a TIN 2 conf pedig egy beállító grafikus beállító felület, amivel én meg fogom mutatni a beállítást. Illetve én azt szoktam ajánlani, hogy menj körbe az interneten és szedjél össze egy csomó TIN 2-es beállítófájt, sablont, és tedd be a config fájlok közé a TIN 2-es alkönyvtárba, azaz a saját könyvtárad, .config per TIN 2-esbe, és akkor majd a panelkezelő a TIN 2 conf az használni fogja tudni, és be tudod majd azt állítani úgy, ahogy akarod. Lényegesen egyszerűbb egy kézből elindulni, azaz azt variálni, ami neked tetszik, mindesetleg nulláról újraírni, újra készíteni egy beállító fájlt, és megmutatom, milyen gyorsan, milyen egyszerűen tudjuk ezt elvégezni. Ahogy említettem, és ez nagyon fontos, hogy a TIN 2-es beállítható kétféle módon. A TIN 2 konfal, illetve be tudod állítani ezeket a leszedett konfigurációs fájlokat kézzel is szövegesen. Ha valakinek olyan kedve van, és szeret ilyennel babrálni, és szereti kézzel, azaz szöveges fájlokba beállítani a programjait, annak azt tudom javasolni, hogy menjen fel az internetre, természetesen keresse meg a TIN 2-nek a leírását, és ott aprólékosan, ábrákkal és egyértelműen leírják, természetesen angolul, hogy mit és hogyan kell beállítani. Első osztályú helpje van, azaz amit ott nem tudsz beállítani a szöveges fájlba, azt a TIN 2 amúgy sem tudja. De azt is kell tudni, és aki nem szereti a szöveges fájlokat babrálni, annak ott van a TIN 2 conf, és a 90-95%-os teljességgel be tudja állítani azokat a dolgokat, ami számára fontos. Azaz mind a kettőt érdemes megismerni, egyszer-egyszer beletekinteni a szöveges fájlba, a konfigurációs fájlba, és átnézni, hogy mit és hogyan kell állogatni, illetve próbáljátok ki a TIN 2 konfot is, ami nagyon-nagyon egyszerűen és átláthatóan állogatja be számotokra az adott programocskát és a panelok kinézetét és az összes olyan dolgot,
ami számodra abba fontos lesz. Azaz, nézzük is meg, hogy miről beszéltem. Bár az előző videó alkalmával mutattam az autostart fájlomat, illetve annak egy részét, de mindenképp fel kell hívnom a figyelmet, hogy a TINT 2-t úgy tudod indítani, hogy TINT 2 kötőjel C, és megadod az elérési útját annak a fájlnak, amelyik a beállítását tartalmazza. Azaz, minden beállítási fájlt meg kell adni, ha két panelod van, akkor kettő, ha 15 panelt raktál föl, akkor 15 darab beállítási fájlt ilyen szépen egymás után meg kell adni, ami számunkra fontos, hogyha például terminálból szeretnéd indítani, mondjuk próbálgatni a beállításokat, akkor is oda beírod, hogy TINT 2, kötőjel C, és az elérési út, és akkor azt fogod látni. Érdemes beállítás előtt elindítani a TINT 2-t, és megadni azt a fájlt neki, amelyiket te szeretnéd szerkeszteni, állogatni, mert real time-ba, azaz azonnal látod a változásokat, ha az apli gombra rányomsz, azaz látod azt is, hogy mit csinálsz, és akkor tudsz változtatni olyan módon, ahogy éppen szeretnél. A másik dolog, ami számunkra nagyon fontos, és erre is kitértem múltkor, de ismétlésnek nem árt, hogyha te átlátszó panelt szeretnél, akkor természetesen valami kompozitáló eszközt, jelesen én a Comptont használom erre, el kell indítani. Miért? Mert ő adja a kompozitálást, azaz az átlátszóságot is. Én úgy gondolom, hogy akár a Compton, akár melyik egyéb az OpenBox-szal együttműködő kompozitáló eszköz ez megfelel, én teljesen szubjektíven a Comptont szoktam ajánlgatni. Miről is beszéltem? Panel. Ő az általam összeállított panel, azaz, ahogy látni, nem egy csúnya, jól konfigurálható, és szépen is kinéző, természetesen jól is működő panelokat lehet összehozni. Az oldalsó panelben vannak az indító ikonjaim, van amelyikhez tartoznak ikonok, tehát kis képecskek, és van amelyik ilyen élére állított négyzet, ahhoz még nem párosítottam ikont. A másik pedig nagyon egyszerű, van egy óra, egy taskbárom, illetve munkaasztalváltóm, és a futóprogramokat látjuk. Ez nagyjából, nem egészébe, de nagyjából kimeríti a TINT 2-nek a lehetőségeit, de ennél többet én igazából nem várok el egy panelkezelőtől. Szépen működik, stabilan működik, és jól konfigurálható. A lehetséges listából a képek közül kiválasztod azt, ami számodra fontos, azaz, amit szerkeszteni szeretnél. Én, ahogy említettem, gyakorlatban azt szeretem, ha valahol látom az adott panelt is, tehát el szoktam indítani a megfelelő parancsorral, és utána az összes változást, hogyha megnyomom az apply gombot, akkor bizony látni fogom, praktikus, mint hogyha vakon állogatunk össze-vissza akármit. Én azt is szeretem a rendszerezés kedvéért, hogy egy beszélő nevet adok az éppen aktuális beállítási paneljaimnak, itt az oldalsó, meglepő, hogy az oldalsó panelnak oldalsó neve, de hát gyakorlatilag ez nagyon kényelmes, rákattintunk, lassan be fog töltődni. Géptől, illetve a hosszúságától fog függeni, hogy milyen hosszú ideig fog neked betölteni, be is töltött. Az első két menüponttal én igazából nem akarok foglalkozni, mert ez egy általános beállítási lehetőség, szerintem bármilyen beállító felületbe, ahol hasonló gombokat, kinézetet állogatunk, hasonlóképp működik. Mindenhez tudsz rendelni egy-egy átmenetet. Az átmeneteket itt definiálod, azaz, hogyha nincs a legördülő menübe olyan, amilyen neked tetszik, akkor az add gombra nyomsz, kiválasztod vertikális, horizontális, körkörös, majd az indító és a záró szint állítod be, illetve egy harmadik szint is hozzá tudsz adni, aminek a közbülső pozícióját ezzel tudod állogatni. Ennyi. Gyakorlatilag létrehozol annyi színátmenetet, amennyit szeretnél használni, olyat, amilyet szeretnél használni. A hátterek felkiáltású gomb az egy kicsit megtévesztő, mert valóban a háttereket állítja, de gyakorlatilag nem úgy, mint mondjuk egy monitornál a monitorképet állítod, és az a háttér aztán kész, hanem itt azért különböző funkciókat, lehetőségeket, skálázott beállítást is lehetővé tudunk tenni. Itt is a beállító fájtól függően elég sok lehetőséged van, és ahogy látni,
van, amelyiknek neveket is adtak, és hogyha sokat, és sokféle szint, és különböző lehetőségekhez, különböző színeket, összeállításokat, beállításokat használsz, akkor te is adjál már neki egy nevet azért, hogy meg tud találni a későbbiek folyamán. Ha pedig nincs itt olyan, amit tetszene, ahogy látni, azért elég sokféle van, attól függ, hogy milyen a beállítófáj, de én azt mondom, hogy te is létre tudsz hozni egy add gomb megnyomásával, és a kitöltő szint megadod, és ezt beállítod, hogy azért egy kicsit látszódjon is, és megkapod. Tudsz hozzá körvonalat is adni, átmenetet, gradientet, tehát be tudod állítani az átmenetet a háttérhez, tehát egészen szépen be tudod állogatni, illetve meg tudod adni azokat is, hogy a kitöltőszín, meg körvonalszín milyen legyen egy-egy eseménynél. Nézzétek meg a Tint 2-es panel feliratú gombot, ha rámegyek, akkor másik színű lesz, és így bizony be tudod állítani, hogy aktív, nem aktív, egyéb beállításoknál milyen szín legyen, lehet látni, hogy eléggé szépen állogatható és variálhatóak ezek a színek. Ami számunkra lényeg, végig kell nézni és végig kell próbálgatni, annyit kell létrehozni, amennyit éppen használni akarsz. Én gyakorlatilag egy beállítófájt írtam át, és bevallom őszintén, a szín variációk közül 2 vagy 3 használok, azaz ne vigyük túlzásba azt, hogy 500 szint használunk 30 darab gombhoz, azaz maradjunk a jó ízlés határain belül. Oké, szépészeti dolog megvolt, beállogattuk azokat a működési gondolatokat, milyen színű, milyen váltásokat tegyen akkor, hogyha egér föléje megy, vagy éppen lenyomod, akkor mehetünk is tovább a lényegre. A panel elhelyezkedése nagyon fontos, hogy hol van, hiszen sokan vitatják, hogy azt hiszem a Ubuntu-ba került át ide a függőleges helyre egy panel, és mindenki lefújolta, mert a panelok csak itt lehetnek, és micsoda szörnyű dolog, hogy itt van. Én azt mondom, hogy a monitorba, ahol tetszik, körbe oda fogod elrakni, ami számodra kényelmes. Én a felső panelt itt nem szeretem, egyszerűen azért, mert amikor a bezáró gombokat megkeresem, vagy megfogom a keretét az ablaknak, akkor biztos, hogy eltalálom, és elindítok egy programot, vagy bezárok egy programot, szóval ott nekem nem kényelmes, az az én itt, és itt szeretem, de odaállítod, ahova szeretnéd, lenyomod, beállítod, és apli, és oda is került. Szuper, nem? Azt hiszem mindenki ezt egyértelműnek tartja, nem egy agysebészet ennek a beállítása, melyik monitoron legyen. Nyilvánvalóan, ha nincs 6 monitorod, akkor a 6-ost hiába állítod be, de nekem első másodlagos monitorom van, tehát 2 monitor, szépen be tudom állogatni. A hosszát, illetve a szélességet meg tudod adni, akár százalékosan, akár pedig pixelbe, úgy állítod természetesen, olyan dimenzióba, ahogy tetszik. Én ezt a 36 pixeles távolságot tartom jónak, alul is, felül is, és akkor nem veszel túl sokat ezen a monitoron, hanem kényelmesen, és még látom is, hogy miről van szó, hozzá tudsz adni egyértelműen kereteket, marginokat, tehát határokat, dp-t át tudod állítani. Ami már igazából érdekesebb, mármint azon a szempontból, hogy már beállogattuk a színeket, itt a hátteret ki tudod választani, azaz a háttér olyan legyen, amilyet kiválasztasz, és itt a távolságokat be tudod állogatni, ki tudod kapcsolni a kompozítort, én nem szoktam ezt használni, illetve árnyékot tudsz adni a feliratoknak, a fontoknak, hozzá tudsz adni egér effektusokat, azaz, hogyha fölé mész, megnyomod az adott ikont az adott panelon, erre nagyon figyelj, mert itt más a beállítás, mint itt, akkor ezeket a sötétítéseket, homályosításokat, életlenítéseket meg tudod tenni, szépen beállítható, látható, igaz? Szépen. Oda mész föléje, akkor egy kicsit világosabb lesz, sötétebb lesz, automatikusan el tudod tüntetni a panelt, hogyha nincs fölötte az egérgombod, érdemes kipróbálni, de ízlés dolga, hogy szeretnéd eltüntetni egy idő után, vagy nem. Én nem szoktam használni, legalábbis jelen pillanatban úgy gondolom, hogy felesleges. Egyéb dolgokat beállíthatsz a panelnak és egyebeknek a nevét. Ez a panel egészére vonatkozó beállítás.
A panel beállítása után nézzük is meg, mit tudunk a panelra ráhelyezni. Ezzel szabályozzuk a panelnak a működését, tehát a valódi funkcionalitását. Milyen elemeket tudunk rátenni? Én ide rátettem egy üres helyet, ezt el fogom tüntetni, illetve szeparátort tudunk hozzáadni. Ez ilyen elválasztó dolgok, számomra nem fontosak. Exekútor és a button, azaz gombokat tudunk elhelyezni. A gombok ő és ő. Nem párosítottam hozzá ikonokat, hogy rá tudjak egyértelműen mutatni. Mind a kettő egy-egy indítási lehetőséget ad, olyan parancsori gondolatokat tegyetek meg, tehát olyanokat tudsz hozzárendelni, hogy elindítson egy programot, vagy egy scriptet, vagy akármi egyebet. Nagyon jól konfigurálható, hogy melyiket használod, azt igazából te fogod eldönteni, a feladatát mind a kettő ellátja, elindítja a számodra fontos parancsori dolgokat, indító tálca, az pedig elindítja azokat a programokat, amiket a menüben is meg lehet találni. Egy kicsit kavarc van ezzel, de majd meg fogjátok érteni. Azaz ezeket a lehetőségeket használhatjuk. Én ezt leveszem, mert erre nincs nekem szükségem. Azaz milyen a tálca beállításon? Van egy gomb, amihez párosítottam valamit, van egy csomó indító ikonom, meg van még egy gombom. Azaz jelen pillanatban ezekkel fogunk foglalkozni. Nézzük is meg, mi az, ami számunkra kényelmes és fontos. Nézzük meg egy gomb beállítását. Button 1, rákattintunk, ide fogja felsorolni a létező gombjaidat. Ennek van egy formátuma. Mi az, hogy ikon? Ikont tudsz te keresgélni. Nézzük is meg, hogyan keresünk egy ikont. Van egy olyan egyszerű kis gondolat, hogy ikon browser, ikonkereső. Erre rákattintasz, és kereshetsz ikonokat. Keresünk egy applikációs ikont, és itt szépen látod, hogy milyen ikonok vannak a gépedbe, különböző kategóriákban. Nézzük is meg. Ez mit csinál? Egy XFCE 4 App Finder, tehát egy start menüszerűséget indít, ehhez keresünk valami érdekesebb ikont, egy ilyen, és kiválasszuk az ikon elérési útját, copy, és ide be fogjuk írni, másolni természetesen, megnézzük, hogy az eleje megérkezette, igen, és apply. És láthatóan megváltozott az ikon. Tehát a gombhoz tudsz egy ikont adni, tudsz eszköztippet adni, tehát hogyha sugó kell, de hát nyilván a saját magadét nem, meg egy szöveget hozzá tudsz adni. Én ezeket nem igazán használom. És mivel egy gombnak van több funkciója, ez nagyon kényelmes, hiszen több programot hozzá tud párosítani, azaz a gombokat, az egér gombokat hozzá párosítod ehhez az ikonhoz. Én egyet párosítottam hozzá, de nyilvánvalóan a jobb klik, bal klik egérrel, hogyha azon megteszed, más parancsot tehetsz hozzá, középső az a görgetős, illetve úgy, hogyha van leföl gombod az egeren, akkor ezekhez is hozzá párosíthatsz akármilyen programot, azaz összességében 5 darab program fér el egy darab ikon mögött. Nagyon kényelmes, tehát ide akármilyen programot indíthatóvá tudod tenni. Itt megkapod a beállítási lehetőségeket, amik a kinézetét, hátterét meg egyebeket adja meg. Nyilvánvalóan én nekem az átlátszó hátteret állítottam be, de beállíthatunk itt akármit, ami éppen számunkra fontos. Látható, hogy a hátteret megváltoztattam, de gyorsan vissza is teszem, hogy olyan legyen. Ezért jó, hogyha látod, mert azt látod, amit csinálsz, illetve amit csinálsz, azt látni fogod. Nézzük is meg, hogy még mi van ezen a szerencsétlen panelon. Van egy gyorsindító lehetőség. Megnézzük a gyorsindító lehetőséget. A gyorsindító lehetőségnél ugyanúgy be tudod állítani a hátteret, meg egyéb dolgokat, az ikonok méretét, alatta, fölötte, jobbra-balra lévő üres helyeket, az ikon témákat is meg tudod változtatni. A többi beállítás azt hiszem egyértelmű, a háttér, illetve az ikonnak a hátterét is be tudod állítani, tehát magát a panel résznek, gyorsindító résznek is, meg külön-külön a ikonkáknak a hátterét is be tudod állítani. Ami a következő dolog, a gépeden lévő legtöbb programnak, aminek van desktop fájla, ami egyértelműen nem mindegyiknek van, de
a grafikus programoknak általában van. Itt kiválogatod az, ami számodra fontos. Én úgy gondolom, hogy a Terminál LibreOffice ez kell, Chromium ez az, ami számomra fontos, és keresünk valami mást is, mondjuk tegyük hozzá az Audacity-t, és rákattintunk, és meg is jelenik az Audacity, és én szeretném egy kicsit följebb piszkálni, megy, a levelező fölött van, és apply, és ott van az Audacity-nek a ikonkája, és ezentúl erre kattintva működni fog. Azaz, úgy látom, a beállítása nem jelentett idáig senkinek sem gondot, majd apply, és leokézzuk, és ezt az ikon keresgélőt becsukjuk, és megkeressük a másik, az alsó panelomat, hogy nézzük meg ott milyen másik beállítások vannak. Rákattintunk, és akkor szépen lassan elindul, nem egy villámgyors dolog. Itt panel, beállítás nyilvánvalóan alul van, úgy állogatjátok, hogy akarjátok, és mi van rajta? Van egy taskbarunk, a taskbar, megnézzük, hogy micsoda, levesszük, és kiderül, hogy az a kis lapozgató, ami lapozgatja számunkra az asztalokat, illetve a taskokat tudod váltani. Hozzá kell azt tennem, hogy ezt a taskbart nem muszáj feltenni, bár szerintem egy iszonyatosan kényelmes dolog, hiszen a gombokhoz hozzá tudok rendelni egy csomó mindent, de lényeg az, hogyha OpenOffice-t használsz és egy üres helyre kattintasz, a jobb egér gombbal akkor van ilyen, hogy munkaasztalok, és ott is tudsz a feladatok között, és az ablakok, illetve munkaasztalok között is váltani. Magad döntöd el, hogy mi a kényelmes. Taskbar beállítás. Ahogy látni, a taskbar beállítás nem egy egyszerű, megjelenik aztán, köszönöm szépen, minden nagyon szép, hanem vannak különböző beállítási lehetőségek, ami nekünk nagyon fontos. Első körben a szortírozást szoktam beállítani, a none, azaz semmi, úgy jelenik meg, ahogy megnyitod az ablakokat, de applikációnként is be tudod állítani, hogy névsor szerint, akkor névsor szerint rendezi, tehát ahogy kényelmes. A beállítások, a szokásos beállítás hogyan nézzen ki, mit és hogyan jelenítessen meg, ahogy szoktuk, be tudod állogatni. A desktopnak a neve hogyan jelenjen meg. A következő már egy kicsit izgalmasabb, nem ennyire szépészeti, mi, hogy és hogyan jelenjen meg, milyen sorrendben. A tasknak a butonjai, a gombjait állogathatod meg. Itt is nagyon kényelmesen tudsz dolgozni, ha a taskbar megy, tehát ezek megvannak neked itt lent, akkor az összes egérgombhoz hozzá tudsz rendelni különböző funkciókat, és nem is keveset, tehát bármilyen beállítást meg tudsz csinálni, left click, rákattintasz, és el is tűnik. Rákattintottam jobb egérgombbal, aztán köszönöm szépen, el is tűnt, akkor a másikkal, ahogy beállítod, én mind a kettőre beállítottam, tehát jobb és bal gombra, de beállíthatod azt, hogy háttérbe kerüljön, jobb vagy bal desktopra menjen át, előző vagy a következő feladatra tudjál lépni, tehát be tudod állogatni, amiket szeretnél. Gyakorlatilag minden gombhoz, minden ilyen kis futó feladathoz 5 darab beállítási lehetőséged van. Az ikonokat mutasson ikont, tehát az ikont mutassa a szöveget, vagy ne mutassa. Nem mutassa a szöveget, akkor miket látsz, csak az ikonokat. Én azért szeretem látni túltippeket, tehát az eszköztippeket, ha van hozzá rendelve, akkor jelenítse meg, a méretet be tudod állogatni, a maximum szélességet, minimum szélességet, a térközöket be tudod állogatni, azaz gyakorlatilag mindent meg tud csinálni, illetve a ikonnál tett aktív, normál és egyéb beállításokat a fülöken meg tudod tenni, a default, tehát az default beállítást, az állandó, azt megteszed, és akkor a többin csak változtatod, hogyha normál taskként, aktív taskként fut valami, akkor azt lásd, az aktív látod pirosra van állítva, és tudom, hogy éppen ezt használom, a többi pedig inaktív. Szépen be tudod állítani az összes olyan elképzelhető dolgot, ami számodra, hát, hogy is mondjam, érdekes. Nyilván ki hogyan szeret, én beállogattam a saját elgondolásom szerint. Mi van még a szegény kis panelunkon? Nézzük is meg. Van egy clock. Egy óra. Ő.
meg van a System Tray 5. Mind a kettőt be lehet állítani, System Tray-en be tudod állítani a ikonoknak a sorrendjét, hogy melyik monitoron legyen, meg a szokásos szépészeti dolgot, amit szeretnél, és akkor változtassuk meg a hátterét, és lássuk, hogy ő változott meg, és ennyi visszaállítottam olyanra, nem olyanra, hanem keressünk egy ilyenre. Legyen ilyenre, jó. Az ikonok közötti távolságot, a határvonaltól való távolságot, a keretek beállítását szépen meg tudod tenni, azaz nagyon szépen beállíthatod ezt a System Tray-t, és az ikonokat rendezheted úgy, ahogy szeretnéd, most össze-visszára állítottam. Elemek beállítása. Bevallom őszintén, nem használom, így erről nem tudnék semmit mondani, nézzük még az órát. Az óra beállítása nem is olyan egyszerű, hogy beállítod azt, hogy milyen óraformátum legyen. A leírásban érdemes az óraformátumot megnézni, mert nem csak óra perc beállítás, hanem év meg egyebeket be tudsz állogatni. Én igazából megmaradtam ennél az egyszerű beállítási lehetőségnél, ennél több nem kell, hiszen láttátok, hogy a csonki az szépen középre jó nagy betűkkel kírja a pontos időt, és különböző beállításokat, különböző sorokat is tudsz, tehát két sorba is be tudod állítani. Gyakorlatilag azért már a nap, hónap, év beállítás, óra, perc, másodperc beállítás szépen megtehetjük. Nyilvánvalóan, hogyha nagyobb lesz, két sorba teszed, akkor kisebb betűk lesznek. Következő gondolat, oké, óra megvan, mindenki örül, és azon kívül be tudod állítani azt, hogy hogyan is nézzen ki az órád. Én úgy gondolom, hogy ennek a hátterét megváltoztatom ilyenre, hogy lássuk, hogy miről beszélünk, ő az óra. Betűméret, egyéb oksi, nincs ezzel semmi gond, illetve a tooltip tippeket jelenítesse meg, leírásokat, amiket én bevallom őszintén nem nagyon szoktam erőlteni, hanem még az a jó, hogy nem csak az ilyen kis gomb ikonokkal tudsz programokat indítani, hanem hogyha csak kevés programot szeretnél indítani, és nem szeretnél ilyen gombokat rábigyeszteni akárhova, akkor az órához is rendelhetsz 1, 2, 3, 4, 5 féle programot, azaz, hogyha jobb gombbal, ha bal gombbal kattintunk. Én csak ezt a kettőt indítottam be, illetve ezt indítottam el. Figyeljünk arra, hogyha vannak olyan általad telepített programok, amik nem egyértelműen vannak bent az elérési útba, tehát nem gyárilag települtek, akkor érdemes a teljes elérési utat pontosan megadni, ha pedig olyan, ami a rendszerrel érkezik, akkor a nevét elegendő megadni, illetve hogyha vannak paraméterek, akkor meg tudod adni ezeket. Ez a P menü ilyen menüt hoz elő, régebb óta használom, az AppFindert pedig ismeritek. Tooltip, tehát az eszköz tippeknek a megjelenítési formáját be lehet állogatni, hogy milyenek legyenek, mennyi ideig tartsanak ki, milyen háttérrel jelenjenek meg. Gyakorlatilag, mivel hogy én nem szoktam tippeket hozzá írogatni, akkor nem igazán szoktam ezt használni, azaz alapállásba ennyiben maradt, ami nekem bőven megfelel. Összefoglalva, van kettő beállítási lehetőség, ami ezeket állogatja, hogy hogyan nézzen ki az adott funkció, de azért nem csak arról szól, hogy színezés van, meg esetleg átmenetet teszel, hanem azért hozzá tudsz rendelni olyan funkciókat is, hogyha fölötte van az egér, akkor milyen szín legyen, ha nincs fölötte az egér, akkor milyen szín legyen, majd a panel és a panel helyzetét, panel beállítását ezzel tudod, majd a maradékot ezzel tudod beállogatni, és a tooltipet pedig ezzel tudod. Oké, ennyi. Elegendő? Valljuk be, nem, hogy elegendő, szerintem még túl sokat is tud ahhoz, hogy egy kezdő első 3 perc alatt be tudja állítani. Nyilvánvalóan lényegesen könnyebb helyzetben vannak a fejlettebbnek mondott, felhasználó barátabbnak mondott felületszerek, ablakkezelők, akárminek hívjuk, hogy a KDE Gnome azért kényelmesen beállítható,
de hogyha megnézitek ezt a két panelt, és úgy elgondolkodtok azon, hogy én most huszár tempóba átrohantam a beállításkon, hogy fölvillancsam, hogy mit, hol és hogyan lehet beállítani, akkor bizony rájöttök arra, hogy igencsak testre szabható akár kinézet, akár, ami számomra a fontos funkcionalitásba, a panelok összessége, mert nem csak egyet, nem csak kettőt, hármat, négyet is tud összeállítani, illetve természetesen meg tudod tenni, bár én kísérleteztem vele, de aztán beleuntam, hogy a másik monitorra is összerakok egy-egy különböző beállítású panelt, és akkor nagyon örülök neki, hogy 5-6-7-8 fajta panelom van, tehát szépen skálázható, és majdnem minden tudó panel összeállítást kaptunk. Úgy, hogy Satzper kb. Ezt vegyétek komolyan, az első beállításom, miután rájöttem, hogy nem a szöveges fájt szeretném szerkeszteni, mert minden szerkesztési ponthoz oda kellett menni és elolvasni angolul, hogy mit ír le, és akkor nem biztos, hogy jól értettem. Na, lényeg az, hogy amiután rájöttem arra, hogy a Tint 2 konfal kényelmesen lehet dolgozni, leszettem egy csomó beállítási panelt, majd kiválasztottam az, ami az elképzelésemhez a legközelebb volt, egy óra alatt összedobtam ezt a két panelt úgy, hogy életemben először láttam ezt a panelbeállító lehetőséget. Villámgyorsan testre szabhatod, szépé teheted az Openbox felületet, amire azt mondják, hogy gagyi, milyen vacak, egy fekete hátteret, nincs rajta panel, nincs rajta ikon, nincs rajta start menü, dehogy nincs, nincs rajta óra, dehogy nincs, itt az óra, itt van a start menü, itt van mögötteje, látjátok, igaz? Meg hát, hogyha ez nem tetszik, akkor itt van a egyik, itt van a másik beállítási lehetőség, és ezen kívül 4-5-öt már kipróbáltam, el is felejtettem a nevét, de az ember hamar és gyorsan találhat panelszerűségeket, amik nincsenek egy operációs rendszerhez, illetve egy disztribúcióhoz, vagy egy felülethez kötve, hanem általánosan ugyanúgy, mint itt, a clocknál, rámegyek, a P menü, P baromi egyszerű, az XFC, a Upfinder baromi egyszerű, be van írva, aztán működik, ikonok vannak, van ilyen? Hát persze, hogy van. Azaz megkapod úgy, hogy nem kell agyon guberálni az internetet a leírásokért, megkapod úgy, hogy nem kell nagy energiát belefektetni abba, hogyha egy alapot akarsz megváltoztatni, és kinéz a felületed valami normálisan. Le, és oké, okay, és ennyi. Nyilvánvalóan, hogyha valamelyiket szerkeszted, például ami nem alapesetbe beállított, akkor tehát alapértelmezetté tudod ezzel a gombbal tenni. A téma, be tudsz hozni témákat, én nem beimportálom a témákat, hanem fogom és a megnevezett könyvtárba bemásolom. Editálni tudod, menteni tudod őket, frissíteni tudod, az összeset tudod frissíteni. Nyilvánvalóan a frissítést láttátok, hogy az appligombra nyomva milyen egyszerű, meg kapunk egy helpet, aminél kérje, hogy micsoda ügyes emberek vannak, és kit illet meg a köszönet, gondoljunk rájuk jó szívvel, hiszen igencsak jó és jó pofa dolgot készítettek nekünk ingyen. Azaz, próbáljuk ki, használjuk a Tint 2-es konfigurátort, illetve használjuk a Tint 2-es panelokat, panelt, kinek hogyan tetszik. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenkinek át tudtam adni azt a kellemes érzést, hogy nagyon egyszerűen, nagyon profi módon és szépé tudod tenni, különösebb barkácsolás nélkül. Jaj, de csúnya fekete képernyő, fúj, fúj, micsoda fajék egyszerűségű kis felületünket. Kell lennél több? Szerintem nem. Akkor még egyszer köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!